Na szóval, hogyan hozzuk ezt a teleportálás dolgot közelebb a valósághoz? Ugye, mert ettől lesz könnyebb megcsinálni az álomban. Ott van mondjuk az ajtós dolog, ajtós módszer, ami mondjuk az álom karaktereknél is ugye volt, hogy egyszerűen az ajtó mögött, ha kinyitod, akkor legyen ott az új hely. Tehát csak odaállsz elé, elképzeled, hogy ott van a valamilyen felhőkarcolónak a tetején, nyílik ki az ajtó, vagy a tengerparton, vagy akárhol, ahova akarod, kinyitod, és ott lesz. Nyilván könnyebb ezt egy olyan ajtóval csinálni, amit mondjuk nem ismersz a valóságban, tehát nem a bejárati ajtód, hiszen akkor az az alap feltételezésed, hogy a bejárati ajtód mögött tudod, hogy mit tudom én, a kert van, vagy az utca, vagy akármi, és nyilván egy ilyen mögé nehezebb elképzelni azt, hogy egy tenger partra nyíló ajtó, vagy ilyesmi, vagy egy felhőkarcolóra. Tehát érdemes egy olyan ajtóval csinálni, ami nem a valóságban, tehát ami a valóságban nem létezik. Igazából csak ennyi. Hagyjatok egy pár másodpercet arra, hogy átgondoljátok, hogy hova szeretnétek menni, higgyétek el, mély levegő, legyetek magabiztosak, és nyissatok ki, és oda fog kinyílni. Aztán legegyszerűbb mondjuk módszer lehet a pörgés. Tehát, hogy egyszer csak a saját tengelyet körül elkezdesz pörögni, pár másodpercig, tehát először nyilván elképzeled, hogy hova akarsz menni, elkezdesz pörögni. Ugye a pörgés során elmosódik a jelenlegi hely, tehát mintegy eltűnik az elmosódással, hiszen ami nem látsz, az nincsen az álomban. És ahogy megállsz abban a akárhányad másodpercben, pedig megalakul majd az új kép, és ott fogsz, az is az új hely, új táj, új környezet, és ott fogsz megállni. Tehát, hogy az álom az ilyen, hogy az álom az folyamatosan változik, és folyamatosan épül, és folyamatosan teremtődnek a dolgok benne, ugyanígy egy fél akárhányad másodperc alatt meg fog alakulni az új kép, ahol majd megállsz a pörgésben. Aztán lehet még módszer az, hogy repülsz. Repülsz mondjuk egy táj fölött, egy falu fölött, fölfordulsz az ég felé, tehát nem látod, hogy mi van alattad, elképzeled, hogy hol akarsz lenni, ugyanúgy pár másodperc, ugyanúgy rendesen átgondolod, szépen elhiszed, magabiztos, mély lélegzed, és visszafordulsz lefele, és ott lesz alattad, leszállsz, és ennyi. Egy nem túl teleportálásos módszer lehet például hát igazából lehet, hogy a repülés is, annélkül, hogy fölnéznél, vagy fölnéznél és lenéznél, tehát hogy egyszerűen csak elrepülsz valahova. Nem teleportálás, de hogy egy helyszínváltás. Egyszerűen elhiszed, hogy ott van egy kicsit a távolabb ez a hely, ahova szeretnél menni, és felszállsz, és elrepülsz egyenesen, és a távolba meg fogod látni, és ott lesz, elrepülsz odáig, és leszállsz, tehát nem egy ilyen hopp, oda teleportáltam, de végül is erről van szó, tehát végül is a lényeg, hogy oda kerülsz. Lehet ugyanígy használni például a sétálást is, nyilván egy kicsit ugye viszonylag, hát lassabb, ha csak sétálgatunk, és úgy képzeljük el, hogy a messzibe van a hely, ahova szeretnénk jutni, és akkor hú, de nagy távolság, és csak sétálunk, és ennyi az egész. De például lehet ebbe is ilyen kis trükköt alkalmazni, hogy sétálsz, egy kereszteződés előtt, mielőtt elfordulnál jobbra vagy balra, ugyanúgy rágondolsz, hogy mi legyen, jobbra vagy balra az utcában, mély lélegzet, elhiszed, jobbra fordulsz, és ott van. Mondjuk az utca végén, ami nem egy nagy távolság, elsétálsz oda, és ott vagy. Ja. Lényeg, hogy tényleg ez a másodperc, ez a kis mély lélegzet, ez a magabiztosságra hagyott elhívésre, vagy arra, hogy elhidd arra való kis idő, ez szerintem fontos, ez a pár másodperc, mielőtt neki kezdeni, úgymond ennek a kis technikának, amit éppen választottál a teleportálásra.